Németi Lajos, hallatlan. Magyar halak vizsgát tesznek, mert a népek már mást esznek, nem a honi jó vadpontyot, sem süllőt, fogasporontyot. Inkább a külföldi vizát, kifizetve sok devizát, fogyasztanak tengeri tont, elkerülve a Balatont. Tányérunkon fanyarkal már, nem jut oda magyar hal már, van ellenben nyelvhal, tinta, terjed az idegen minta, nem eszik már balint marcsa, ha akciós az afró harcsa. Mohón eszik nem a busát, de a lazac laza húsát. A külföldi azon nevet, makrélából is főz levet manapság a magyar ember, pedig hol van már a tenger? Hogyha kisebb volna bálna, tán bizony azt is abálna. Rája, mája, cápa uszony, belegondolni is iszony, mikor hallod, mard el hát azt az olasz szardellát. Hátadon a hideg kering, pulton sprotni, rideg hering, mellett fekszik a gall amúr. Túl nagy az uniós lamúr. Tokhal is van. 50, 60. Szegény anyám 56-ban így kiáltott. Rajta, pruszlik! Magyar hal kell! Mars ki, ruszlik! Közölhetem ezt tényképpen, hiszen megsárgult fényképen. Mellettem hős, öreg morgász. A nagyapám, mint ős horgász, tart kezében egy nagy csukát, elviselve a kancsukát, mert az antirendszer alatt megkóstolt egy tőkehalat. Szóval, itt ez a vizsgálat, mely alanya olyan állat lehet csak, mit nem fog istránk, magyar compó, magyar pisztránk. Az uniós vizsgáztató bíz nem hekket cseszeget, provokatív kérdésekkel bombázza a keszeget. Az viszont szegény csak hápog, pontosabban inkább tátog. Hang nem hagyja el a száját, megnézné a biztos máját. A mi halunk tehetetlen, válaszolni lehetetlen, olyan témákat feszeget, megbuktatja a keszeget. És mit gondol-e vízi állat, aki nem is vonhat vállat? Sejtettem én már ezt régen, szálkák vagyunk a szemében.